A beruházásnak köszönhetően 14 millió forint támogatást kapott a település, amelyből megvásárolhatták az új autóbuszt. A kis busz 8 plusz 1 főszállítására alkalmas. Gesztenynek korábban is volt autóbusza, de az idők során elhasználódott, ezáltal elérkezett az idő a cseréjére. A Magyar Falu programnak köszönhetően pályázatot nyújtottunk be, és ez sikeres volt ez a pályázat. 14 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaptunk. Ezt most itt meg szeretném köszönni egyrészt a magyar kormánynak, valamint dr. Konzófia képviselőasszonynak. Az elmúlt héten hoztuk ki az új 8 plusz 1 fős buszunkat. Ez egy Ford Custom kisbusz, 2000 köbcentiméteres. Mondom azt, hogy hibrid, ilyen lájtos hibrid kivitelben készült, tehát dízel és dízel üzemanyaggal és elektronikával is működik. Nagyon örülünk annak, hogy ez a pályázat nyert, hiszen nekünk olyan feladatot is el kell látni, hogy a település részen élőket be kell hoznunk, akik munkába járnak a volánjárathoz, az iskolásokat is úgy szintén, és azokat az iskolásokat is, akik ide általános iskolába járnak, tehát ilyen buszokkal, ezekkel a buszokkal oldjuk meg. Igaz, hogy új harangodnak korábban sikerült szintén a Magyar Falu program keretein belül nyernünk egy 17 plusz 1 fős buszt, de az, ha esetleg valamilyen oknál fogva nem tud hadba állni, akkor nekünk mindenféleképpen meg kell oldanunk ugye az utaztatást. Ezen kívül van egy Volkswagen Transporter, szintén 8 plusz 1 fős buszunk, amit ilyen esetben beszoktunk vetni. Most már két 8 plusz 1-es buszunk van, sokkal egyszerűbben tudjuk megoldani ennél fogva tehát a feladatot. Azért is örülünk ennek a busznak, mert nagyon fontos azért számunkra az is, hogy azok, akik ezt használják, tehát utaztatjuk azokat a személyeket, tehát hogy sokkal kényelmesebb, és nem utolsó sorban biztonságosabb az utazásuk, az utaztatásuk. Először még csodálkozva nézték, hogy amikor vezettem, hogy ki is ez a busz, és hogy kerül hozzánk. Aztán ugye terjed a hír, de majd köszönhető ugye itt a Globo TV-nek is, hogy egyre többen majd értesülnek arra, hogy egy sikeres pályázaton vagyunk túl. Bízom benne, hogy hasonló pályázat ki fog még jönni, megpróbáljuk hát sikerül a gépjárműparkunkat még jobban frissíteni. Az új jármű kialakításának köszönhetően mozgássérült személyek szállítására is alkalmas. A hátsó csomagtartó részben a kerekesszéket lehet elhelyezni sínek segítségével, föl lehet ide tolni a kerekesszéket, és a kerekesszékes személy pedig ugye, miután rögzítették a széket, itt utazik hátul. Ekkor ugye nem 8 plusz 1, hanem csak 7 fő ülhet az ülésekben, plusz a sofőr. És a kerekesszékes ugye a 8. A településnek nagyon fontos ez a beruházás, hiszen új harangodról is meg kell oldani az utaztatást. A volán járataihoz szállítják a gesztei és az új harangodi lakókat és az iskolába járó gyermekeket egyaránt.